Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját, csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal, ízletes és bőséges ételekkel várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Szép négy gólt rúgtunk, utána már felszabadultan fociztunk, az ellenfél is kicsit visszafúzta a határokat, nehogy beleszaladjak egy nagyobb vereségbe. Úgy gondolom, hogy nagyon jól játszott a csapat, stabilak voltunk hátul, eredményesek elől, ennél jobb eredmény nem is lehetett volna. Ez a felszabadult játék talán a második gól után is megvolt, nem? Sőt, igazából próbáltuk az első perctől kezdve kis passzos játékkal uralni a mérkőzést, hát ez be is vált, örülünk neki. Főleg a pálya közepén láttunk téged, és akkor, amikor ott van egy Vas Ádám, egy nagy Patrik középen, akkor azt lehet mondani, hogy ott egy élmény lehet focizni. Így van, persze, mindkettő hatalmas futballista, nagyon szeretek velük játszani edzésen is, és most meccsen is. Örülök, hogy velük játszhatok. Sokat tanulok tőlük, és hát próbálok felérni az ő szintjükhöz. Ami feltűnt nekem ezen a mérkőzésen, hogy ahogy megszerezte a labdát a csapat, villámgyors ritmusváltással már bajba volt a Szentőrünk. Így van, az átmeneteket gyakoroltuk is edzésen, próbáltuk kontrákat eredményesen befejezni. Hát nagyobb különbség is lehetett volna a meccsen, mert sok üres kapus helyzetet nem passzoltunk be, de örülünk a 4-0-nak. Következő mérkőzés ugye majd dorogó lesz. A csapat idegenben meg tudja ugyanezt a játékot vajon mutatni, mint amit itt nyújtott? Úgy gondolom, hogy igen, hiszen a Dorog is egy hasonló kaliberű csapat, mint a Szent Lőrinc, próbál mélységbe védekezni, és ők is a kontrákra építenek. Ha ugyanezt a hozzáállást hozzuk, akkor nem lehet más az eredmény. A Girmót TV videói a Girmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.